nap alatt. 44 helyszínen sok-sok izgalommal és felfedezéssel várva várjuk Önöket. A Kortárs Művészeti Fesztivált szervezni, megrendezni egyszerre nehéz, de talán könnyű dolog is. Azonban arra gondolunk, hogy egy ilyen fesztivál az emberek kíváncsiságára épül, csupán egyetlen cél lebeghet a szervezők fejében, szemében, hogy még kíváncsibbá tegyük Önöket, és aztán csillapítsuk ezt a kíváncsiságot. Nos, mi így tettük ezt a programok, a bemutatók, a színházi és rendhagyó események válogatásánál. Persze a lehetőségek megteremtésére, a támogatásra, a biztatásra szüksége van a művészeknek, az alkotóknak, és nekünk a szervezőknek is. Megragadva az alkalmat szeretném megköszönni, és köszönetet mondani Tallos István főpolgármester úrnak, aki elvállalta a Budapest Café fővédnökségét, és egyben támogatja is rendezvényünket, a modern művészetet közérthető módon, és a lehető legközelebb kívánjuk hozni így, ezzel a támogatással és összefogással a budapestiek elé. Munkatársaimmal együtt köszönettel tartozunk Csomos Miklós úrnak, oktatási és kulturális ügyekért felelős főpolgármesternek, valamint főpolgármester helyettesnek, valamint a kulturális osztály munkatársainak. Nagy tisztelettel köszöntöm Bár László főigazgató urat, megköszönve a lehetőséget, hogy a fesztivál nyitó és majd záró eseménye is itt a Nemzeti Galériában kapott helyet. A hathatós közreműködését, az ügyszeretetét, és persze azt, hogy egy pár perc múlva megnyitja a fesztivált, illetve a Kortárs kiállítást is, amely egyben 70 év leggazdagabb magyar gyűjteménye képzőművészeti gyűjteményét is jelenti, és amely egy újra rendezett kiállítás is egyben. Köszöntöm a Café Budapest partnereit, a helyszíneket és a társulatokat, képviselőiket, hogy az idejében is egy igényes és magas színvonalú művészeti fesztivál létrehozásában együttműködtek velünk szervezőkkel, a Budapesti Fesztivál turisztikai és központ munkatársaival. Kiemelt figyelemmel köszöntöm, és szeretném felhívni mindannyiunk figyelmet a Kortárs zeneművészet olyan egyéniségére, mint Ötvös Péter. Ötvös Péter közreműködésével két alkalommal látogatálkozzunk az hozzánk az Anszam, Budapest Anszam, a Modern és a Svéd Kromata ütőegyüttes is, melynek otthona és helyett a Budapest Music Center. Büszkeséggel tölt el, hogy a Café Budapest közreműködésével jöhetett létre a Bárta Színház Monodráma Fesztiválja is. Továbbá, hogy a világhírű Edition of Contemporary Music lemezkiadó a mi fesztiválunkon mutatja be legújabb felfedezetjeit és projektjeit. Biztos sokan várják már Európa egyik legmarkánsabb színházi műhelyének, a Nagyszebeni Radus Tanka Színház és a Maladi Társulat közös bemutatása, közös vendégjátékában Bulgakov regényének, a Mester és Margaritának színházi adaptációját Balázs Zoltán rendezésében. Nagyon remélem, hogy sokan lesznek kíváncsiak a kortárs tánc előadásokra is, de kiemel várakozás és figyelem illeti meg és övezi Mundrutó Kornél és Weber Kata Demencia című ősbemutatóját is. A kortárs zene a jazz szerelmeseinek biztos nem lesz oka a panaszra a bőséges kínálatban, és nem csak a jazz maratonhoz leginkább, de az egész programhoz kitartást és nagyon jó szórakozást szeretnék kívánni Önöknek. Biztatok tehát mindenkit, hogy böngészék a programfüzetet, és látogassanak el a honlapunkra. Kérem, fogadják nyitottan és szeretettel a Café Budapest Fesztivált. Köszönöm szépen a figyelmet!